következzen tehát az Erste Liga alapszakaszából a derbi, az első idei derbi, Újpest-Ferencváros a Megyeri úti jégcsarnokban, fehérben a Ferencváros, lilában az Újpest együttese, és az első támadást az újpestiek vezethetik, hiszen ők hozták el a korongot. Legponterősebb hátvéd a mai mezőnyben Crespi. Mindkét oldalon 16-16 pontos a legjobb. Laport. Egyetlen két számjegyű ponttermelő. Hopp! És kipattan a korong Rajnáról, és nem figyel oda az újpesti védelem erre. 1-0 a Ferencvárosnak. Bizony, mindössze 45 másodperc kellett ahhoz, hogy megszerezze a Fradi a vezetést. Bredi a gólszerző, a leggólerősebb ferencvárosi játékos, ez a 10. gólja. Aztán volt egy rendes játékidős vereségük a BIA-val szemben, aztán egy hosszabbításos a Feha ellen, azóta pedig két győzelem a Deac és a DVTK ellenében, úgyhogy visszatalált a győztes útra az újpesti együttes. Hát ezen a meccsen viszont semmi nem sikerül nekik, a másik oldalon meg sorra jönnek a lövések, de a gólok is. Nem nagyon fölvágta oda. Teljesen ezzel a súlypont áthelyezéssel jött ez a keresztpassz. Nemecről lemaradtak nagyon. Szilfár hátra, Kispatrik. Ő lendületből, Benk mellette. Kispatrik viszi tovább a korongot, most a váltás Benkkel, picit röviden tette vissza. Most kihozhatja a Ferencváros, sőt, akár még kontrázhatnak is, Kulmala indít is. Az egy nagyszerű korong és emberhátrányos gól! 8 másodperc volt még hátra az újpesti emberelőnyből, amikor a Ferencváros emberhátrányból szerez gólt. Passz nagyon pontot a két újpesti ütő közé, majd nézzék, itt lesz ez a passz. Pont oda, és utána még ez a lövés is mértani pontosságú. Rajna Miklós is csak reménykedett abban, hogy mögötte nem csúszik be a korong, és ezért pillanatra úgy éreztem, hogy lehet, hogy ott át fog csusszanni, és hálóban köt ki. Lövés a kékről, megpattan és behúzzák. Levegőből. 4-0 a Ferencvárosnak. Ha jól láttam, akkor Kesztila volt az, aki utoljára hozzáért. Második gólya ölött az ember átrányost is, meg a negyedik. Elhozott buli, erről már beszéltünk az első aradban, ráadásul támadó harmadban. Utána zavartalan lövés, és a kapu előtti felperdülő korongot csatár pedig beüti a levegőből. Itt perdül fel, és aztán ott húzza be. Metszaványő. Le a feladó helyre, és onnan pontatlan volt a visszatett korong. Nykvist, Metszaványő. Hozzáért a védőpostja. De szép, gyönyörű gól, az igen. Na itt van Tiala, bemutatkozott végre. Hiszem ez, amikor zsebkendőnyi területen valaki így föl tudja venni, amikor megkapja a paszt, akkor még háttal van a kapunak, utána egy villany gyors mozdulattal tenyeresre is föl, vagy oda kell neki csapni, vagy a védőnek nem szabad engedni, hogy beforduljon. Szuper. Rendületesen viszi tovább Kispatrik, ő már fennakad, és akkor itt le lehet zárni a mérkőzést. És ez így gól. Egyébként a gáncsal már gól lett volna, a technikai igen. Gól. Német azért valahogy besodorta még a kapuba. 5-1. Igen, hogyha itt Német nem tudja besodorni, akkor is gólt itt értek volna, teljesen mindegy, hogy a korong betart-e a kapuba vagy sem. Szóval elég rendesen oda csapott neki Kovács Alex. Közel járunk az igazsághoz, hogyha azt mondjuk, hogy ez a mérkőzés ott az első harmadban gyakorlatilag újpesti szempontból a sorsuk meg is pecsételődött. Igen, egyszerűen sokkal jobban állt bele ebbe a mérkőzésbe Ferencváros. Mindjárt az elején még a gólok is jöttek, utána próbált változtatni az Újpest új sor kombinációkkal, kicsit más szisztémával. De mindenre volt válasz tulajdonképpen a Ferencvárosnak, és ha belegondolsz, akkor még az emberhátrányos gól is azért még jobban tudott fájni.